Rajzaikon ábrázolták a Deák Ferenc Általános Iskola alsó tagozatosai, hogy miért jó gyermeknek lenni. Az alkotásokat bárki megtekintheti az iskola kerítésén. Az intézményben az egész hét a gyermekekről szól, ennek több éves hagyománya van az alsó tagozatos munkaközösség jóvoltából. Igyekszünk tanulóik számára változatos délutánokat teremteni hangulatos előadókkal, előadásokkal. Vendégünk volt Kovács Gábor muzsikus, aki hulladékból hangszert készített a gyerekekkel, sportfoglalkozásokat rendezünk a tanulóink számára. Német nemzetiségi táncházban vehetnek részt. Pénteki nap pedig egy nagyon érdekes állat bemutatóra kerül sor. Kedden Ki mit tud is szerepelt a gyermekek hetén. Volt, aki találós kérdéseket olvasott fel, de akadt, aki táncolt vagy énekelt. A gyerekek körében nagy sikere van a gyermekek hetének. Szoktunk ünnepelni néha-néha mindent, de a gyermekek hete az a legjobb az iskolában. Mert néha elmegyünk kirándulni az osztállyal, meg minden. Azért érzem jól magam, mert olyan, mintha csak mi lennénk, és velünk foglalkoznak, és nagyon jó programokat is találnak ki. A pedagógusok mindent megtesznek azért, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az iskolában. Nagyon örülök annak, hogy kollégáim itt május végén a finishben még bírnak annyi erővel, lélekjelenléttel, hogy ezt az egy hetet kőkeményen végig dolgozzák. Minden nap a gyerekekért élünk, de ezen a héten kiemeltem. A Deák iskola következő eseményei a bensőséges hangulatú osztályszintű évzárok lesznek június 17-e és 23-a között. A 8. osztályosok ballagását június 17-én tartják az intézményben.